Egy 200 cm hosszú, 80 cm széles, 160 cm mély sírt kellett kiásniuk azoknak a csapatoknak, akik részt vettek a pécsi rendezésű 7. MTFS sírásó versenyen. A versenyen a Városgondnokság kegyeleti munkatársai Herceg Gyula és Mizdajé Tamás második helyezést értek el. Virág János kegyelet divízió vezető helyettes kiemelte, a verseny azért fontos, hogy a sírások kollégák munkáját is elismerjék. 2016-ban indult maga ez a sorozat, és nem titkolt célja volt, hogy a kegyeleti szakmát való egy picit megismertesse az átlag emberrel, és a kegyeleti munkatársak munkáját egy kicsit előtérbe helyezve ezt a Magyarországon még tabu témának számító helyzetet egy picit megpróbálja feloldani. Igazából maga az elnevezés, a sírásra verseny a kegyeleti szolgáltatók szakmai versenyének számít. Ugye, mint minden emberben, bennük is megvan a versenyszellem, és szeretnék tudni, hogy igazából az ő munkájuk hogyan is áll az országos temetkezési szolgáltatók körében. A sírásó versenyen nem elég, hogy egy sírt ástak ki a csapatok, hanem utána megfelelő pontossággal és gyorsasággal egy komplett sírhelyet is ki kellett alakítaniuk. A Városgondnokság csapatának egyik tagja, Mizdajé Tamás elmondta, fizikailag nagyon megterhelő volt számukra a verseny, de egész évben ezt csinálják, így megfelelő állapotban indultak a megmérettetésen. 25 csapatból ugye sikerült elhoznunk a második helyet. Elképzelés az úgy van, hogy ugye van egy rajtidő, tehát amikor elkezdjük a versenyt, kijelöljük a sírhelyet, és elkezdünk ásni. Ugye, amit tudni kell, hogy 2 méter hosszú, 80 centi fejnél, 80 centi lábnál, tehát ez a szélessége, 1 méter 65 centi mélynek kell lenni. Ezt ugye a társammal ástuk, hát nem volt egy egyszerű föld. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem volt puha talaj. Herceg Gyula úgy fogalmazott, a verseny előtt főleg lelkiekben készültek fel, az edzettség szempontjából több sírásást vállaltak, azonban így is nagyon oda kellett figyelniük, ugyanis számos buktatót tartogatott a próbatétel. Mindenképpen meg kell lennie a megadott méreteknek, hogy a kalodát le tudják engedni, mert hogyha a kaloda megakad, ott a versenyszám úgymond ott ér véget, ahol a kalóda megakad, és addig tudnak mérni. Szóval hiába ássuk meg az 1 méter 60-at, hogyha 80 centire tudják leengedni a kalódát, ott a vége. És az ugye verseny végét is jelenti majdnem, hogy csak. Ami a legnehezebb volt, az a talaj. Szóval az, én volt egy része, ahol azt mondtam, hogy feladom. A kollégám ő nagy erőkkel biztatott, hogy nem szabad, kibírod. Így sikerült kihozni a legjobbat. Egy koporsós temetés sírgödrének kialakításához, amelyet a versenyen ki is kellett ásni, mintegy 2,5 kilométer földet mozgattak meg a csapatok a verseny alatt kétszer, mivel a hantolásnál vissza is kellett lapátolni a földet, és megfelelően, illetve gyorsan ki is kellett alakítani a visszatemetett sírgödör tetejét.